Sziasztok! Én Szandi vagyok, ez pedig újra egy sztorizgatós videó lesz, amiben picit kibontom az előző kicsit valószínűleg megosztó, vagy remélem inkább csak elgondolkodtató videónak egy kicsit megmagyarázása. Először szeretnék egy kicsit ugye az előzményekről beszélni, hogy hogyan is kezdődött nálam ez az egész. Megnézzük orvosi szempontból is rendesen hozzá nem értő, amilyen voltam én is. Vagy anyáik szempontból, és így, hogy igazából ezt én hogyan éltem meg, és át, és hasonlók. Tarts velem! Kezdjük igazából a legelején, amikor is még semmiről nem tudtunk semmit, amikor én megszülettem. Tehát igen, olyan előről kezdődik a sztori, de hát majd haladunk. Szóval amikor én megszülettem, igazából semmi nem utalt arra, hogy nekem bármilyen betegségem van. Rendesen kisbaba, hazaviszik a kórházból, stb. Anyatejes baba voltam, és egy éves koromig szoptatott is édesanyám. Egy éves koromban az anyatej ugye abba maradt, és valaki tudja, valaki nem, mindegy, akár most megosztom, az anyatej a legjobb gyógyszer, ellenanyag, immunerősítő, ever. Szóval, igazából, amikor így abba maradt az anyatej kiegészítés, ami ugye a legjobb gyógyszer a világon, egyszerűen olyan volt, mintha addig egy pajzs lenne körülöttem, onnantól pedig így, minden jöhet, gyertek. Hát nem kellett volna. Tehát amikor ez az anyateljes kiegészítés abba maradt, akkor én hirtelen egyre jobban beteg lettem. És az egy éves gyerek, aki én akkor voltam, megkapta az első hatalmas betegségét, és miért kezdjük kicsibe? Rögtön tüdőgyuszi. Miért ne? Szóval én akkor bekerültem a kórházba, az egy éves kis baba, és hát ott ragadtunk egy pár hétig, szerintem volt egy hónap is, mert meglátták a vérképemet, ugye az az első, hogy egy babától meg igazából mindenkitől vért vesznek ugye a kórházban, és meglátták a vérképemet, és körülbelül falnak mentek tőle az orvosok, mert nem ilyennek kellett volna lenni egy gyereknek a vérképének. A fehér vérsejt számom körülbelül a béka segg alatt volt, vagy még lejjebb, ami elég drasztikus egy éves gyereknél. Szóval ezt elkezdték vizsgálni, hogy miért lehet, mi állhat ennek a dolog igazából a hátterében, hogy mivel tudják ezt kezelni, gyógyítani, stb. De az a baj, nem igazán értek el hosszantartó eredményt. A tűrőadásból kigyógyítottak, ugye antibiotikummal, infúzióval, stb. De igazából többet sajnos nem tudtak tenni értem, vagy velem, mert nem tudtak sajnos. Folyamatosan egyébként visszajártunk kontrollokra, vizsgálatokra, igazából mindenfélére, mert hát mindenki volt motoszkált, hogy úristen, tehát ezzel a gyerekkel valami van, és mi nem tudjuk, hogy mi az. És folyamatosan vizsgáltak, folyamatosan vért vettek, folyamatosan a kórházban voltunk, bebejárkálva, hol itthon, hol a kórházban, stb. Vizsgálatok, egyszerűen minden. Próbáltak minél átfogóbban igazából utána járni ennek a dolognak, amit abszolút értékelendő, hiszen ez a teendő ilyenkor. De sajnos nem jártak sikerrel, és két éves koromban végül úgy döntöttek, hogy még egy utolsó lehetőséget megpróbálnak, hogy csontfelő biopsziát végeztek rajtam, vettek egy kis csontfelőt a gerincemből, és megpróbálták kideríteni, hogy hát ha esetleg leukémiára utaló hajlam, vagy esetleg valami utaló jel lesz a csontfelőben, de sajnos ez sem vált be, hiszen a leukémiásoknak általában túl sok sejtjük van, nekem pedig túl kevés volt, tehát ez sem volt igazán összeegyeztethető. Körülbelül 2-3 éves koromban végül inkább átküldtek Debrecenbe, előtte pedig Nyíregyházan kezeltek, a szülővárosomban. Hát Debrecenben sem tudtak túl sok mindent mást igazából kitalálni, vagy gyógymódot találni.
Körülbelül 5-10 orvos biztos látott folyamatosan, tehát mindegyik dobálta az egyiktől a másikhoz, szinte gombot ittak velem az orvosok, hogy én nem tudom, talált ide, én nem tudom, talált ide. Szóval így dobáltak igazából egyik helyről a másikra. Végül elkerültünk a gyermekhematológiai osztályra, ahol Moródi professzorhoz kerültünk. Ő egy nagyon okos ember, tehát le a kalappal előtte, a titulusai körülbelül az ajtóra nem férnek ki, és tényleg ki volt ide tapítázva az elismerésekkel és az oklevelekkel az egész rendelője vagy szobája, hogy is mondjam. Tehát nem is csodálom, hogy végül ő volt, aki megtalálta ezt az áttörő diagnózist. Ő mondta igazából a vérképemet látva, hogy ő mintha már pár hete olvasott volna erről bizonyos betegségről, ami valószínűleg velem is van, és hogy mi lenne, ha csinálnánk egy genetikai vizsgálatot, de nem csak nekem, hanem a szülőknek is. Hát kicsit fura volt, de hát miért ne? És hát igazából azt a genetikai görbét úgy tudnám szemléltetni, hogy anyáiknak normális görbülő, genetikai görbéjük volt, nekem ezzel szemben volt benne egy ilyen kis... Ami azt jelentette, hogy nekem egy gén mutálódott. Nem X-men, meg ilyesmi, de azért hasonló. Aztán pedig Moródi professzor ismertette, hogy igazából micsoda ez, meg hogy ez konkrétan mit is jelent. Tehát nálam pont az a gén mutálódott, ami azt jelenti, hogy nekem kiderült, hogy VHIM szindrómám van. Ez egy vele született betegség, tehát nem elkaptam, nem átadták, nem kialakult, hanem így születtem. Mindkét szülőm jól adta át a sejteket és géneket, csak nekem valami gigszer történt, és nem jól lettem összerakva. Először elmesélték orvosilag, ahogy nektek is el fogom mesélni, hogy igazából ugye ezek nagybetűkből állnak, tehát VHIM, és mindegyik betű egy-egy betegség részt jelöl. A pontos latin vagy angol megnevezését sajnos nem tudom, tehát azt ne is várjátok, kérlek. De azt tudom, hogy tehát igazából ez a betegség megtalálva és ehhez a génmutációhoz kötve 2003-ban lett. És nekem, amikor megtalálták, egy olyan 5 éves voltam, és akkor volt 2004. Tehát az még nagyon-nagyon friss dolog volt, igen, épp, hogy a professzor is csak olvasott róla is, és hát beigazolódott, tehát tökéletes diagnózis volt. Igazából ezek a betűk azokat úgymond rejtik magukban, hogy szemölcsök és anyajegyek keletkezhetnek igazából a testemen bárhol. Az anyajegyekkel sajnos voltak problémáim. A családban volt melanoma, tehát anyaegyből származó rossz hidratú daganat, meg ugye nekem hatalmas anyaegy, úgymond hadseregek képződnek igazából mindenhol. Nem tudom, mennyire látjátok, de itt is legalább 5-10 van folyamatosan, és ilyen csomókban. Sajnos figyelni kell rájuk, és már van, amit le is kellett szedni. Hát... volt pár műtétem, de ez egy következő storytime része. Szóval az anyajegyek, a szemölcsök, hál' az Istennek egyébként nekem nem jöttek elő, vagy nem tudok róla, sőt, anyaik is mondták, hogy ez nálam úgy valahogy kimaradt. Nálam inkább a fejletlen immunitás és a ismétlődő bakteriális betegségek sorozata volt. Legtöbbször felső légúti betegség, ugye megfázás, légcsőhúrót, hörgőgyulladás, ilyesmi, ami néha arcüreggel társult, az arcüreg néha ráment a fülemre, középfülgyulladás, szóval elég kalandos gyerekkorom volt, elkalandozgattunk a gyerekorvoshoz, a kórházba, és vissza haza, tehát igazából óvodában nem túl sokat voltam, jártam. Kicsit olyan mesébe élő, hiszen hol voltam, hol nem. Igazából még durvább, mint ugye ezek a felső légúti, meg bakteriális fertőzések voltak. Még egy szinten feljebb, a tüdőgyulladás.
amit valószínűleg mindenki tud és ismer, hogy mennyire rossz, tehát ugye befekszel, szétszurkálnak granüllel, és megkapod azt a vénapukkasztó tömény antibiotikumot, ami ugye igazán hatással van erre a betegségre. És hát senkinek nem kívánom, hogy tüdőgyulladása legyen, tehát szerintem az a legesleges, legrosszabb betegség. Hát nekem tüdőgyulladásból is kijutott a jóból. Volt olyan évem, hogy majdnem minden hónapban volt tüdőgyulladásom, de ha nem is tüdőgyulladás, akkor volt belőle 3-4, és akkor mellé még kaptam egy pár ilyen felső légutit, meg ugye arcüreg és hasonló, ami nem igazán jó hosszú távon. Ezeket igazából ezeket a betegségeket azért kaptam el, mert nagyon alacsony volt a fehérvérsejt számom, és az immunrendszeremnek körülbelül a negyede úgymond létezett és működött, mert az a G-mutáció, amiről már ugye beszéltem, az azt jelenti, hogy ez nem egy termelési, hanem ez egy szabályozási hiba ebben az adott génben. Ez az a gén, ami azért felelős, hogy a csontvelőben termelt sejteket, leginkább fehérvérsejteket kiengedje a véráramba, mint egy ajtónálló, egy recepciós, bármi. És ő túl jól működve nem kiengedte őket a véráramba, hanem szépen megkötötte őket ott, ahol voltak. 10-ből jó, ha ilyen 2-3-at tudom kiengedett, és azért az elég rossz arány. Szóval nekem körülbelül az immunrendszerem negyede működött normálisan, ahogy kellene. Hogy példát is hozzak, hogyha van 20 betegség, akkor nekem volt 5-re ellenanyagom, ami ugye nem egy túl jó arány, és ezért is kaptam el ezt az extrém sok betegséget. Amikor ezt a nálam diagnosztizálták, tehát bizonyítottan ez lett a diagnózisom, és regisztráltak a Wim-szindrómás betegek közé, akkor rájöttek, hogy miért nem találták eddig a betegségemet, hiszen Magyarországon én voltam az egyedüli regisztrált, a világon pedig én voltam a 13. regisztrált. Szerencsés szám! Kicsit alacsony a szám a világ átlaghoz képest, szóval ez egy, mondom, egy 2004-es átlag, ami azért elég durva, ha belegondoltok. 2009-ben már 37-en voltak regisztrálva, ma már pedig egy olyan 60 ilyen regisztrált beteg van. Igazából többször azért nem is jönnek rá erre a diagnózisra, és azért nem regisztrálják, úgymond, ezeket a diagnózisú betegeket, mert az említett bakteriális és felső légutis és sorolhatnám betegségek annyira legyengítik az embert, hiába már eredetileg gyenge ugye az immunrendszere, annyira legyengül tőle az ember, hogy körülbelül a saját teste felemészti önmagát. De hát mire igazából diagnosztizálnák ezeket, és lejönnének igazából a probléma nyitjára, a miértjére, addigra sajnos belehalnak. Tehát nem igazán van erről túl sok tanulmány, hiszen nincs igazából túl sok tanulmányozandó ember sem, aki ugye ebben a betegségben szenved. Nekem igazából ezt a betegséget úgy tudták, hát igazából nem gyógyítani, hiszen arra nem igazán volt lehetőség, hanem próbálták szinten tartani, úgymond stimulálni ezt a dolgot. Minden immunhiányos vagy hasonló immunbetegségben szenvedő embert általában immunglobulinnal kezelnek. Igazából ez egy doppingszer az immunrendszernek, ami kicsit feltölti, megerősíti, de sajnos ez nem végleges. Tehát igazából ezt 4-5 hetente pótolni kell. Tehát egy 4-5 hetente folyamatosan jártam Debrecenbe erre a kis infúziós kúrára, pár órát ott ültem az infúzió alatt, aztán hazajöttünk, és minden happy, szuper. Na persze. Tehát ez nem igazán volt ilyen egyszerű, hanem már egy olyan a negyedik héten én már kezdtem rosszul lenni. Tehát kezdett kifogyni igazából a szuflád ebből az egészből. Végül nem 5 hetente, hanem 4 hetente kellett járnunk, de már akkor már a harmadik héten kezdődött ez a köhécselés, orfolyás, hasonló dolgok. Tehát még az sem volt elég. Ez kb. Egy olyan
7 éves koromig kaptam. Aztán, mivel nem bizonyult normális maradandó megoldásnak ez sem, ezért bevetették az egyel felsőbb szintű gyógymódot, vagyis szinten tartó stimuláló dolgot, az pedig a neopogén injekció volt. Az egyik ismerősünk, hát ilyen családismerős, ő ápolónő. Megtanította édesanyámnak, hogy hogy kell beadni az injekciót. Igazából ezt a neopogén injekciót általában végtagokba adják be, tehát vagy comba, vagy válba, felső végtagokba. Hát a combomon hatalmas lilafoltok teljentek miatta, szóval arról inkább letettünk, így maradt ugye a vállam. Szóval minden reggel, iskola előtt, amikor ugye felkeltünk hajnalban, minden másik nap a vállaimba felváltva, tehát mint ami hétfőn a jobba, szerdán meg a balba, és akkor ugye felváltva így tovább. Én megkaptam mint egy oltást. Ezt is egy olyan hát másfélig folyamatosan biztos kaptam. Megkérdezték, hogy vehetnek-e le tőlem vért, hogy így szétküldjék az országokba, hogy ők is vizsgálhassák ezt a betegséget. Hogyha már rólam tudják, hogy ez a diagnózis, akkor hadd tanulmányozzák már. Szóval szerintem egy liter vért biztos levettek. Tehát én ott, amikor azokat levették, azt a tizenhány kincső vért, én ott nagyon szédültem. Egyébként sosem volt bajom, se a vérvétellel, se a szúrásokkal, már tényleg most is még vérvételre választanak, tehát igazából teljesen mindegy, hiszen már annyira hozzászoktam, hogy szétszurkálnak is, és vért vesznek is, és infúzió, és oltás, és neopogén injekció, hogy igazából a tümör nem nagyon tud meghatni. Szóval ezt a csomó vért levették tőlem, és igazából én nem is számítottam semmire úgymond cserébe, mert hát ha segíthetek vele, akkor segítsünk is, akkor tényleg csináljuk meg, csináljuk jól. Kaptam ajándékba külföldről ilyen extra értékes játékokat, tehát ugye még kicsi voltam, és az nekem hatalmas dolog volt, tehát ilyen külföldi Barbie babákat, akkor külföldi édességeket, meg ilyesmi. Ide is hoztam a kis plusz dolgot, ami érkezett az úgymond hálacsomagban. Az pedig ő, egy fekete bárány, hiszen ugye kitűntem ugye a többiek közül a betegségemben, és én voltam a kis fekete bárány, amit mai napig nagy becsben tartok, hiszen ő vagyok én. És mai napig emlékeztet arra, hogy honnan jöttem, hogy honnan indultam, és fontos. Tehát, hogyha bárhova költözni fogok, vagy jövök, megyek, biztos, hogy viszem magammal, és a gyerekeimnek is. És majd ott lesz, hogy ő anya. Na, szóval mielőtt elérzékenyülök, mint a legutóbb, inkább haladjunk is tovább. Szóval igazából mi nem tudtuk, hogy én meddig fogom ezt még a szervezetemmel és a kis lelkemmel, meg minden fizikailag ugye ezt az egészet bírni és tartani magam és erősnek maradni. Semmit nem lehetett tudni, minden évnek, minden napnak örültünk. Amikor Maródi professzor, ugye, aki megtalálta az én kis diagnózisomat végre, ő bemutatta az egyik orvos kollégáját, barátját, aki a budapesti őssejtransplantációs osztálynak a vezetője, akiről már ugye szó volt, dr. Kriván Gergely, és vele így találkozva elmondták, hogy ez egy nagyon rizikós dolog, de esetleg lehet, hogy meg tudnak gyógyítani. Hát akkor elképzelhetitek, hogy minden megoldásra vevők voltunk, tehát meggyógyulhatok? Mondjad! És Kriván főorvos, ő beavatott minket abba, hogy egy őssejttranszplantáció valószínűleg megoldaná a problémát, nem bizonyítottan, még erre a betegségre ilyen gyógymódot nem igazán próbáltak,
de egy próbát megér. Kicsit kísérleti nyúlnak éreztem magam, nem baj, csináljuk. Szóval kérdezték, hogy nem igazán látnak ugye kortörténelve meg ilyesmit, például testvért, hogy esetleg anyáik terveznek-e, kistesót, meg ilyesmi, mert akkor nem kellene külföldi más donort keresni, hanem a testvérek nagyon jó donorok lehetnek, ha egyeznek. Ugye sejt térképben is hasonlókban, tehát vérkép, meg ilyesmi. Hogyha egyezik két testvér, akkor lehetnek egymás donorai, ugyanúgy szertranszplantációnál is. Mondták, hogy igen, tervben van a testvér, és hát végül 2008 áprilisában megszületett az én kisöcsém. Felmentünk Pestre, meg volt a transzplantáció. Első ilyen story time résznek szerintem itt most vége is, hogy igen, itt vagyok, és erre nagyon-nagyon büszke is vagyok, hogy itt lehetek, és minden év tényleg ajándék. Szóval én büszke vagyok arra, hogy én ezt túléltem, veleddig nem volt ez a gyógymód ismert erre a betegségre. Én voltam az országban az egyetlen ilyen betegséggel transzplantált, és a világon engem gyógyítottak meg elsőként csontvelő transzplantációval, a Wim-szindrómából. Tehát ez egy akkora hatalmas dolog, amire én elképesztően büszke vagyok. És én nagyon örülök, hogy itt lehetek, mesélhetek nektek, és a Storytime videókon kívül szórakoztathatlak benneteket. Szóval így igazából lezárásként köszönöm, hogy megnézted, hogy velem tartottál, és meghallgattál engem, és egyébként igazából arra, hogy kíváncsi voltál az egész sztorira. Ha tetszett, iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, hogy ne maradj le egyik videómról se, még jövök ilyen is ehhez hasonló tartalmakkal. Az Instagramot megtaláld a leírásban, és sziasztok!